Sziasztok, Juniker vagyok, ez pedig a keményen és őszintén úgyse nézi senki. Igen, egy kis tematikai váltás történik itt a csatornán, de ez nem jelenti azt természetesen, hogy a jövőben nem fogok a zenékről beszélni, viszont egy kicsit belecsempészek más témákat is. Többek között a TikTokos kalandokkal kapcsolatosan elég komoly kulisszatitkokat fogok nektek elárulni, valamint kommentekre fogok elég nyersen és őszintén reagálni. Na de kezdjünk is bele, alig egy év elteltével elértem a több mint 100 000 követőt TikTokon, és hogy ez az egész hogy kezdődött, vagy hogy alakult így, erről fogok egy picikét mesélni nektek. Na hát annak idején kicsivel több mint egy évvel ezelőtt Knoza B nevezetű ismerősömmel, barátommal kezdtünk el beszélgetni, ő akkor pörgette nagyon ezeket a TikTokos élő live-os történeteket, és hát így elkezdtünk beszélni, és mondta, hogy gyere fel tesó a TikTokra, és csinálj valamit, mert most ez nagyon pörög, nagyon megy, ott kell lenni, érvényesülni kell. És én mondtam neki, hogy hát ez tök jó, viszont én nem fogok énekelgetni, én nem fogok tátikázni, nem fogok táncolgatni, meg semmi ilyesmit nem fogok. Mi a fasz csináljak én ott a TikTokon? Ő ugyebár a freestyle-ozásokat tolta, és neki ez volt így a fő irányvonala ebben a történetben. Én meg matekoztam ott, hogy mi a tökömet csináljak, hát fogalmam sincs, ötletem sincs, hogy akkor nekem mivel kéne ott szerepelnem, úgyhogy 2-3 napig nagyon keményen kattogtak azok a bizonyos fogaskerekek így a koponyámba, hogy mégis mi a fasz lenne jó. Még nem láttam egy társadalom kritikával kapcsolatos videót a TikTokon, és akkor tudjátok, mint a mesében, a fejed fölött így kivillan az a kis villanykörte, akkor esett le a tantusz, hogy ó, hát akkor próbálkozunk meg egy ilyen videóval, és megcsináltam az első ilyen társadalom kritikával kapcsolatos videót, melyet kitettem a TikTokra, publikáltam, és óriási meglepetésemre, ha jól emlékszem, ilyen 25-30 ezer megtekintés volt rajta egy nap alatt, én meg hüledeztem, hogy úristen, hát amikor én ennek az egésznek neki indultam, neki kezdtem, úgy voltam vele, hogy örülök, hogyha ilyen 1-2 ezer megtekintés lesz a videóimon, mert nekem egyébként több ismerősöm nyomta ezt a TikTokot, és nem volt túl magas megtekintés számuk, mindegyiknek ilyen 1-2 ezer maximum, de nagyon keményen, nagyon bitangul keményen nyomták, minden nap tették ki a videókat, majd erre is részletesen ki fogok egy kicsit térni. És én is úgy voltam vele, hogyha én elérek ilyen 2-3-4 ezer követőt, meg ilyen 1-2 ezeres megtekintést, már teljesen jó vagyok, hát ehelyett így bedurrantottam kapásból egy ilyen 30-35 ezres kezdéssel, és hát szépen elkezdtek bekövetni az emberek, 1000, 2000, 3000 nagyon-nagyon gyorsan megvolt, és hát ezen felbuzdulva elkezdtem a tartalmakat gyártani. Volt, ami jobban ment, volt, ami nem, eleinte ilyen tapogatózó üzemmódban voltam, hogy mégis mi lenne az, ami így bejön, mik azok, amikkel lehet próbálkozni, vagy érdemes, mi az, ami kevésbé tetszik a népességnek, és egy idő után már én tudtam, hogy az alapvető kiinduló pont és a fő csapás nálam ez a társadalom kritika jellegű észosztás lesz. Bevallom nektek őszintén, én egyáltalán nem voltam felkészülve arra, hogy nekem ilyen pár hónap alatt, 2-3 hónap alatt több mint 50 ezer követőm lesz így a TikTokon, és lesz olyan videóm, amit már több mint 1 millióan megtekintettek. Egyáltalán nem voltam erre felkészülve semmilyen szinten, mint említettem, amikor elkezdtem az egészet, úgy voltam vele, hogy ilyen 2-3 ezer követő, hogyha összejön, már nagyon jó vagyok, meg hogyha ilyen videónként ilyen 1000-2000 között már teljesen elégedett vagyok magammal, és nem voltam ilyen nagy számokra felkészülve, viszont ahogy így egyre többen és többen követtetek be TikTokon, azért rakódott rám a felelősség érzete egyre jobban, hogy azért ezt észre kell, és oda kell figyelni arra, hogy mit merre, meddig, hogyan mondok, hogy ne legyen ez sem félreérthető, és hogy minél kevesebb támadási felület legyen adva, mert azt vettem észre sajnos, főleg így az egy év elteltével, hogy az emberek javarésze baromira nem érti a szöveget. Tehát egyszerűen a szövegértelmezésük az egyenlő a nullával, és úgy voltam, hogy kurvára oda kell figyelnem arra, hogy mit és hogyan mondok, mert bele tudtak olyan dolgokba kötni, meg olyan dolgokat magyaráztak bele, hogy fót egyszerű szövegbe, ami nem is tudom, hogy tudták azt oda beleképzelni, amit ők oda beleképzeltek, úgyhogy ez az, amit nagyon-nagyon
megtanultam, és nagyon figyelek arra, hogy tényleg ilyen fakocka egyszerűségűen fogalmazzam meg az embereknek a mondandómat, mert különben belelátnak, beleképzelnek teljesen más, tehát elkezdenek ott belekölteni olyan dolgokat, amiket én nem mondtam bele. Na de hát, mint említettem, én kurvára nem voltam arra felkészülve, hogy nekem egy év alatt több mint 100 000 követőm lesz, és ilyen több 100 000-es megtekintések, nagyon-nagyon sok videónál, sőt milliós is. És hogy hogyan is sikerült ez, erre én nem tudok nektek konkrét választ adni. Talán úgy érzem, hogy egy kicsit sikerült egy olyan pont, egy olyan témába beletalálnom, ami, ahogy szokták fogalmazni, hiánypótló volt, tehát hogy nem csinálták ezt még sokan. Hogy egy kicsit marketingesen fogalmazok, sikerült egy piaci rést találnom, és azt egy kicsit betömködnöm. Úgy gondolom, hogy ez az egyik, ami miatt ez így összejött és sikerült, de azt elmondhatom nektek, hogy ez számomra egyáltalán nem volt tervezett és tudatos. Aki ismer, az tudja, hogy itt a YouTube-on is évek óta csinálgattam mindenféle tartalmat, vlogbeszámolókat a napjaimról, az életemről, stb. Egyáltalán nem futottak. Tehát nem tudom eldönteni, hogy ez azért, mert nem voltam itt a YouTube-on érdekes, vagy a YouTube algoritmus engem nem szeret annyira, de nekem itt a YouTube-on speciál nem nagyon pörögtek soha úgy a videóim, és ezért is ez a címe most már ennek a vlog sorozatnak, hogy keményen és őszintén úgyse nézi senki, mert én itt elmondhatom jelenleg nyugodtan a mondandómat úgy, hogy semmiféle problémát nem okozok, mert kb. Nem sokan fogjátok ezt így megtekinteni. Indulok ki abból, hogy mint említettem, úgy érzem, hogy itt a YouTube-on nekem ez sokkal nehezebben megy, de hát kárpótolt ezért bőségesen a TikTok. És megkaptam már azt a kérdést, hogy én most így büszke vagyok erre, hogy sikerült ezt a 100 000 követőt elérni. Isten igazából így büszkeséget nem mondanék, mert ettől nem lettem semmivel sem több, mint bárki más, ettől nem lettem sem jobb ember, sem rosszabb ember, nem lettem gazdagabb tőle, nem is érdekel ilyen tekintetben a pénz. Inkább egy pici elégedettség az, amit érzek ezzel kapcsolatban, mert mint említettem, nekem nagyon sok ismerősöm nyomta ezt a TikTokot, csajok leginkább, és folyamatosan láttam a tartalmaikat, hogy egyre jobban és jobban és jobban vetkőznek ki, egyre kevesebb a ruha, egyre szexisebben, tehát így kiárulták magukat a lájkokért, a követőkért, és ilyen megrekedtek, ilyen évek munkája alatt megrekedtek ilyen 4-5 000 követőnél, és nem is azzal van a baj, hogy mennyi követőjük van, vagy bármi ilyesmi, mert ez számomra nem mérvadó, hanem inkább az, hogy látjátok, meg lehet ezt kivetkőzés, picsamutogatás, ribanckodás nélkül is csinálni azt, hogy sok követője legyen az embernek, relatív sok, nekem már a 10 000 is soknak számított, nemhogy a 100 000, de hogy arra vagyok inkább, ha lehet így fogalmazni, kicsit úgy büszke, hogy nekem mindenféle ilyen erkölcsi kivetkőzés nélkül sikerült ezt. Nem kell feltétlenül picsát villantani, mellett villantani, és így tovább meg ribanckodni ahhoz, hogy az embernek legyen egy kis követő bázisa, vagy olyan emberek vegyék körbe, akik szimpatizálnak a munkássággal. Úgyhogy inkább ezt emelném ki ebben. Én nem verem arra a mellemet, hogy hú, nekem most 100 000 követő van, és én most lettem valaki. Nem lettem ettől még senki, én egész egyszerűen csak elmondom a véleményemet bizonyos tartalmakkal kapcsolatban, és kész, pont ennyi. Az, hogy ez tetszik az embereknek és bejön az embereknek, nyilván ennek örülök és jó érzéssel tölt el, de nem gondolom magamat többnek senkinél. A jövőben itt egyébként a YouTube csatornán, mint említettem, fogok mesélni a TikTokos kulissza titkokról. Nagyon komoly titkokat fogok nektek elárulni bizonyos tartalmakkal kapcsolatban, hogy egy-két ízelítőt említsek, elmondom majd nektek, hogy miért foglalkozom annyit így a ribancokkal, illetőlegesen miért is a sapka kultusz, valamint az, hogy kiket akartak, hogy én nagyon-nagyon beoltsak, és fel akartak úgymond bérelni bizonyos emberek ellen, hogy én őket jó alaposan osszam ki. Valamint ejtek még néhány szót a rejtőzködő veszélyekről, így a TikTokon, a pedofilokról, és így tovább kommentekre fogok reagálni, úgyhogy lesznek nagyon meredek és nagyon komoly témák. Ha nem szeretnél róla lemaradni, akkor szerintem iratkozz fel a csatornára. Most ennyi lett volna ez a kis felvezető. Ha itt jártál, nyomj egy lájkot, ha van véleményed vagy kérdésed, írd meg ide kommentbe, lehet, hogy a következő videóban fogok rá válaszolni, és kövessetek be mindenhol is, Instagramon, TikTokon, és ahol csak lehet, találkozunk legközelebb is, vigyázzatok magatokra és egymásra, puszi pacsipá mindenkinek, sziasztok!